Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr! Április 20-án jelentette be a kormány, hogy június 30-áig meghosszabbítja a 2022. február 1-ével bevezetett élelmiszer stop hatályát. Valamint azt, hogy új intézkedésként legkésőbb július 1-i hatállyal úgynevezett heti akciók meghirdetésére fogja kötelezni a jelentős árbevételű élelmiszerláncokat. A kötelező akciózásra azonban már csak igen rövid ideig kell várnunk, hiszen az a kormány május 5-én kihirdetett rendelete értelmében már június 1-ével elindul. Ettől az időponttól kezdődően minden egyes héten 20 termék kategóriában tudjuk majd jóval olcsóbban élelmiszereket vásárolni az érintett üzletekben. Az árstoppok fenntartása és a kötelező jellegű akciók előírása része, illetve folytatása és kibővítése az infláció drasztikus letörését és egyszemjegyűre csökkentését célzó kormányzati intézkedésnek. Ugyancsak az élelmiszer infláció leküzdését szolgálja a július 1-től induló online árfigyelő rendszer, amely több mint 60 termék kategóriában a napi és a törzsvásárlói árakat tartja majd nyilván a kereskedőként és üzletenként. A napi szintű adatszolgáltatási kötelezettség a jogszabály erejénél fogva a legnagyobb kereskedelmi üzletláncokat terheli, azaz azokat, amelyek megelőző üzleti évi nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárdot. Lehetőség van azonban a rendszerhez történő önkéntes csatlakozásra is. Tisztelt államtitkár úr! E háború és szankciók sújtotta válságos helyzetben minden lehetséges intézkedéssel meg kell védenünk a magyar családokat, a magyar embereket, az önhibájukon kívüli körülmények folytán felmerülő többletkiadásokkal szemben. Kérem szíveskedjen kifejteni az álláspontját abban a kérdésben, hogyan segítik a mindennapi megélhetést az élelmiszer árakkal kapcsolatos kormányzati intézkedések. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint említettem, Fóna Nagy János miniszterhelyettes államtitkár úr adja meg. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő úr. 2023-ban a háború okozta veszélyek mellett az inflációval is küzdenünk kell. Az infláció letörése érdekében a kormány a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára már korábban, mint egy 20 intézkedésről döntött az árak megfékezése és a gazdaság megvédése érdekében. A bevezetett intézkedések működnek, hatásuk egyre láthatóbb. Annak érdekében, hogy az élelmiszerárak tovább csökkenjenek, és még inkább fokozódjon a verseny a kiskereskedelembe, a kormány kötelező akciózást írt elő 23. június 1-e és 23. szeptember 30-a közötti időszakra a kiskereskedelmi üzleteknek, egyébként görög és francia minták alapján. A 2021-ben több mint 1 milliárd forint nettó árbevételt elért kereskedők számára. 20 akcióköteles termékkategória került meghatározásra. Az online árfigyelő rendszer a nyár közepén indulhat el, a gazdasági versenyhivatal működteti majd. Az online adatbázis kezdetben több mint 60 termékkategóriában szereplő élelmiszer árát fogja tartalmazni. Az új intézkedéstől azt várjuk, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás és a spekuláció, így már a közeljövőben is tovább mérséklődhet az infláció. A kormány célja a jelenlegi helyzetben sem változott. Ki kell védeni a recessziót, 1,5%-os gazdasági növekedést kell elérni, és az év végéig egy számjegyűre kell csökkenteni az inflációt. Így védhetjük meg a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyeket és a teljes foglalkoztatottságot. Köszönöm figyelmüket, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm szépen.